104 Rádió egy csak igazi mai sláger, egy kellemes hétvégét kívánok. Velünk Történt című magazin műsorunkat hallják, és hát ugye folyamatosan lehet hallani itt nálunk a 104 Rádió egyen, minden nap felhívom a figyelmet a véradás fontosságára, illetve a kihelyezett véradások időpontjaira. És most itt van a telefononal túlsó végén a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, Nagy Gábor, akit tisztelettel üdvözlök itt a magazinban. Én is üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy rendelkezésemre áll, azért tényleg, ahogy ezt már hallgatóink megszokhatták tőlünk, mi kiemelten foglalkozunk a Magyar Vöröskereszttel, és támogatjuk az önök munkáját, ezért is jó, hogy önnel főigazgató helyettessel tudok beszélgetni. Gábor, első kérdésem, nyugodtan lehet, biztonságosan, és kérik is, hogy mindenki menjen vért adni, és segítsenek másokon, ugye? Abszolút, abszolút, így van, és nagyon szépen köszönjük egyébként a Rádió 1-nek ezt a lehetőséget, hogy a véradás és a Vöröskereszt munkájáról is beszámol. A véradásokat folyamatosan szervezzük a veszélyhelyzet kihirdetése óta is. Csökkentek a véradások száma is sajnálatos módon, hiszen nagyon sok irodaház bezárt, a felsőoktatási intézmények szüneteltetik a személyes oktatást, és emiatt hát bizony nekünk is több lett szervezési feladatunk merült fel ezzel kapcsolatban, mert ezt tudni kell, hogy a véradásra ilyenkor is szükség van, hiszen a vér az csak félrepótolható. Ezért kérünk mindenkit, hogy aki egészségesnek érzi magát, és 18 éves elmúlt, és mindig 65 éves, az jöjjön el vért adni, mert fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű véradunk. És ezek a véradások egyébként természetesen akár mint bármilyen más egészségügyi intézmény, különböző protokollok lettek kidolgozva arra, hogy a véradások biztonságosak legyenek. Ezért már van egy kérdőíves előszörés, amikor valaki beérkezik a véradás helyszínére, érintésmentes lázmérővel, testfelmesélet is mérnek a kollégák, majd ezután még részletesebb kikérdezés és orvosi vizsgálat is történik. Szóval abszolút mindenkit meg tudom nyugodni, hogy nyugodtan jön el vért adni, mert biztonságos. Igen, és természetesen folyamatosan, hogyha már most rátérünk Békés Csabára, Békés megyére, akkor Békés Csabán a területi vérellátónál, ugye a Gyulai úton lehet folyamatosan vért adni, és hát természetesen, mivel már jövő héten június van, ezért a júniusi véradások időpontjait is folyamatosan el fogom mondani. Annyit még legyen kedves Gábor elmondani, hogy aki még soha nem adott vért, de szeretne segíteni, minek feleljen meg? Igazából tényleg csak egy pár szempont van, aminek meg kell felelni. Részben van egy életkori megkötés, ez az, hogy 18 év felettinek kell lenni, és 65 év alattinak kell lenni, illetve hogyha valaki első véradó, akkor 60 év alatt kell először vért adni, illetve lehet vért adni. Emellett nagyon fontos, hogy aki eljön vért adni, az egészséges legyen, egészségesnek érezze magát, természetesen helyben van egy szűrés, de nyilván úgy jó érkezni, hogyha már tudjuk magunkról, hogy egészségesek vagyunk, nem volt lázunk, nem volt betegségünk az elmúlt időszakban, erre azért fontos figyelni. Fontos, hogy személyi iratok is kellnek a véradáshoz, személyigazolvány és felakcinkártya, és első alkalommal be kell mutatni a tajkártyát is, későbbiekben egyébként elég az, hogyha valaki a tajszámát bemondja. Igazából ezek a legfontosabb feltételek, valamint az, hogy 50 kg feletti testsúlyjal kell rendelkezni. Ha ezeknek megfelel valaki, akkor jöhet vért adni. Még egy fontos kérdés, hogyha valakinek friss tetoválása vagy piercingje van, az egyelőre nem mehet, ugye? Ez így van, van egy-két kitétel sajnos, ami még kizárhatja a véradást, de ezt tudni kell, hogy sem a piercing, sem a tetoválás nem jelent ez, hogy véletlenül ezzel valaki fél évnek kell eltelnie, mondjuk egy tetoválás elkészülte után, és utána már lehet biztonságosan vért adni. A véradásoknak az aktuális helyszínéről és időpontjára, vagy egyébként a vöröskereszt.hu per véradás oldalon lehet tájékozódni, ott helyszínekre, időpontokra is lehet szűrni, és mindenki megtalálja saját magához legközelebb álló véradás helyszínt. Ezek a területi vérellátó szolgálat helységei pedig folyamatosan nyitva tartanak, egyébként több helyen is, Békés megyében is nagyon sok véradást szervezünk, bár ezt el kell mondani, hogy hát láthatóan sajnos a Békés megyei véradások is egy kicsit visszaesettek az elmúlt hetekben, hogyha nézzük a megjelentés tervezett létszámokat sajnos, miközben Békés megye egyébként mindig is élen járt a véradások területén is általában maga biztosan hozta a tervek 100%-át vagy a felett. Most egy kis visszaesés tapasztalható, szóval a Békés megyei véradók, ha tudnak, akkor mindenféleképpen menjenek el vért adni. És ezért is mondom még egyszer visszacsatolva, amivel kezdtem, minden áldott nap én elmondom itt a Rádió 1-en, hogy hol lesznek véradások, és tényleg mindenkit arra kérek, hogy menjenek és adjanak vért. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt és tájékoztatta a Rádió 1 hallgatóit. További eredményes, jó munkát, jó egészséget önöknek, és bízom benne, hogy hamarosan újra tudunk beszélni itt a Rádió 1-en. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, és viszont kívánom mindezt önöknek is. Velünk Történt című magazin műsorunkban Nagy Gábort, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettesét hallották. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.